Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden: rendkívüli testületi ülés, tiltakozása, gyűlöletkeltés ellen és megemlékezés, új aszfaltburkolatok és új forgalmi rend a városban. Raposka díszpolgára lett a tapolcai Lovász Gábor. Kárpátaljai gyermekek és erdélyi gyermekek Tapolcán kirándultak, és strandok éjszakája. Vágjunk is bele, kezdjük a Krónikát rövid hírekkel. Újra megkapta a repülőtér minősítést a tapolcai reptér, adta hírül a Tapolcai Repülő Egyesület közösségi oldalán Mátrai György, a reptér vezetője. Tapolcaváros önkormányzata 2015. decemberi ülésén fogalmazta meg, hogy fontosnak tartja, hogy Tapolcán 4-es kategóriájú repülőtér leszálló pálya üzemelhessen. A gazdasági fejlődés, az idegenforgalmi vonzerő és ismertség növelése érdekében. Tapolca egy kincset tud magáinak, Tapolca repülőterét, ezáltal rendelkezik egy messze földön egyedülálló lehetőséggel. A hatalmas areál, 193 hektárnyi nagyságú repülőtér, az ország egyik legszebben fekvő reptere. Helyzete és nagysága folytán a repülősport mekkája, ami a belhoni és külhoni repülősportolók és kedvtelésből repülők, de üzleti ügyeiket intéző repülősök találkozó helye is lehet, olvasható a reptér bemutatkozóján. Ma már minden akadály elhárult azelől, hogy ez mind meg is valósuljon. Hosszú út vezetett a megvalósulásig, melyhez elengedhetetlen volt a helyi szakemberek, Bognár István és Mátrai György kitartó munkája. A közeljövőben bővebben is beszámolunk a helyi reptérrel kapcsolatos friss fejleményekről. A Város és Faluvédők Országos Szövetsége Hungária Nostra rangos elismerésben Podmanicki díjba részesítette a Vas Albert könyvtár és múzeum korábbi igazgatóját, a Városszépítő Egyesület alapító és vezetőségi tagját, Kertész Károlyt. A kitüntetést július 26-án vehette át Debrecenben a szövetség országos gyűlésén. Tapolcai gyerekek is részt vehettek az Országos Városvédő táborban Kecskeméten. A Város és Faluvédők Országos Szövetségének ifjúsági tábora idén Kecskeméten állomásozott, mintegy 30 fiatal pályázott sikerrel a táborba, ahol egy héten át önkéntes munkát végeztek. Varga Károlyné, a Tapolcai Városépítő Egyesület alelnöke 4 sikerrel pályázó tapolcai diákot vitt a táborba. A fiatalok napközben a város különböző pontjain végeztek értékmentő feladatokat, a legkisebb a város központ padjai csiszolták és festették le, a nagyobbak a műemléki városháza rekonstrukciós munkáin vettek részt, állványzatról tisztították a belső udvar falait a több évtizedes borostyahálótól, valamint a padlástérben járó felületet borító téglákat szedtek fel és tisztítottak meg, ezen kívül hadisírókat is gondoztak. Rendkívüli testületi ülést tartott a város képviselőtestülete, az ülés után Dobó Zoltán polgármestert kértük rövid összegzésre. Tehát 4 napi rendi pontunk volt, fontossági sorrendben talán az egyik legfontosabb a Tapolcát Szigligettel összekötő kerékpárút konzorciumi kérdése volt. A 4 település, Szigliget, Hegymagas, Raposka és Tapolca konzorcium keretében szeretné mintegy 450-437 millió forintból megvalósítani a kerékpárutat. Szerintünk óriási kihívás, nagyon sok kérdőjel övezi ezt az egész beruházást, és Raposka település, mint gesztor átadta a konzorcium vezetését Szigligetnek, bízva abban, hogy tapasztalatokkal, lobbyerővel jobban tudják segíteni ezt a munkát. Erről döntött első körben a testület. Aztán szóba került a sport és turista szállónk tetejének a szigetelése. Elkészítettük a felső szintet, mintegy 40 millió forintot költöttünk eddig a sport és turista szállónkra. Egyébként nagyon nagy kihasználtsággal működik, szépen is néz ki. Én azt gondolom, hogy nagyon olcsó áron európai színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani. Elsősorban sportolóknak, utánpótlás csapatoknak, ifjúsági táborozóknak és turistáknak. Aztán hát menet közben kiderült, hogy a lapostető szigetelés már megadta magát, nem a régi, úgyhogy arról döntöttünk, hogy ezt a lapostető szigetelést is megcsináltatjuk, és erről hozott ma döntést a képviselőtestület. Döntöttünk még arról, hogy a belvárosi ingatlanjainkat megpróbáljuk értékesíteni vagy hasznosítani. Tulajdonképpen arról döntöttünk, hogy ki tudjuk írni pályázatra ezeket. Minden érdekel minket, tehát ha valaki lakásokat hozna benne létre, üzletek, irodákkal alakítaná, befektetési céllal megvásárolná, és esetleg egy kisebb hotelt, egy panziót építene a belvárosban. Nekünk
ebből a szempontból mindegy, egy dolog nem mindegy, most olyan állapotban vannak az egykori ékszerbolt feletti épületről, illetve lakásokról beszélünk, hogy szépen lassan az enyészeté lesz, tehát szeretnénk, hogyha ezzel történne valami, és időről időre megpróbáljuk értékesíteni, hasznosítani, megfrissítjük ezeket az ajánlatokat, most is ez történt. A negyedik pedig a közbeszerzés tervünk módosítása volt, ezt pedig mindig szépen hozzáigazítjuk az éppen aktuális fejlesztésekhez. Kerékpárút témakörben több kritikus hozzászólás is volt. Elhangzott például az is, hogy jobb volna, ha meg sem valósulna. Ez nem hivatalosan hangzott el, ez már jegyzőkönyvön kívül. Amikor azt mondtam, hogy nagyon nagy kérdőjelek övezik ezt az egész projektet, akkor arra gondoltunk, hogy olyan építőipari, most útépítési, mélyépítési árakról beszélünk ma már, mikor kerékpárút esetében is, most jól hallják, hogy méterenként 100 000 forintról beszélünk. Most persze természetesen a méterenként 100 000 forintot átlagosan kell érteni. Ebbe benne van, mondjuk, hogy egy 10 kilométeres szakaszon hidat kell építeni, alapozási munkákat kell folytatni, de legalább ennyivel kell számolni. Néhány képviselőtársam azt mondja, hogy ennél már többel kell számolni. Nem feltétlenül a minőség javulásáról beszélünk, vagy a hozzáadott érték többletről beszélünk. Egész egyszerűen így alakultak az építőipari árak, hogy a magyar építőipar kapacitása viszonylag szűkös. Most az uniós pénzek végének a beáramlásával a kereslet és kínálat szabályának megfelelően feljebb mentek az árak. Én magam is kételkedem, és én azt mondom, hogy lehet, hogy kétszer ennyi pénz sem lenne elég ahhoz, hogy a hagyományos értelemben vett pályatestet megépítsük a kerékpárúthoz. Hát majd ezt a konzorcium vezetői eldöntik, hogy és milyen műszaki megoldásokkal tudják megoldani ezt a kérdést. Még egyszer mondom, komoly kérdések merülnek fel. Főtér 7-9 és a főtér 21-ről született ma döntés ezeknek az értékesítéséről, illetve hát a pályázat kiírásáról, ami az értékesítésről szól. De van-e konkrét érdeklődő már ezekre az ingatlanokra? Konkrét érdeklődő mindig van. Én egy kis párhuzamot állítottam a főtér 7-9 és főtér 21 épületek sorsában, vagy sorsával kapcsolatban, az alsó malommal húztam egyfajta párhuzamot, hogy ott is mindig volt, és most megint van, és reméljük, hogy ez most már tényleg a végleges megoldás lesz. Mindig vannak ötletek, próbálkozók, új tulajdonosok. Itt nálunk is, a mi ingatlanjainkkal kapcsolatban mindig van érdeklődő. Mindig vannak jobbnál jobb ötletek, ugye volt itt már parfümgyár, meg már nem tudom, mi el nem hangzott. Hát a lehetőséget biztosítjuk ezzel, hogy kiírjuk értékesítésre, de semmiképpen sem spekulációs céllal szeretnénk ezt továbbadni, tehát mindenképpen, hogyha itt egy adásvétel létrejön, akkor abban az adásvételi szerződésben természetesen kikötjük, hogy milyen céllal adjuk el ezeket az ingatlanokat. Én ugye azt szeretném, hogyha több lakás lenne Tapolcán, vagy a belvárosba települnének olyan vállalkozások, amik később iparűzési adó bevétel termelnének a városnak. Emlékezetes, hogy Tapolcán néhány héttel ezelőtt horogkeresztet festettek két épületre, a Tamási Áron Művelődési Központ hátsó homlokzatára, a főtéri volt Keravilma Fidesz iroda oldalfalára. A tetteseket azóta elfogták, a rendőrség erről szóló közleménye így hangzik. A tapolcai rendőrkapitányság járőrei július 12-én éjszaka észlelték, hogy ismeretlenek festékszóróval több épületre horogkereszteket fújtak Tapolca belvárosában. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, és július 22-én előállítottak egy 29 éves tapolcai és egy ugyanilyen korú zirci férfit. Hozzátették, a gyanúsítottak ellen rongálásvédségének megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. A Szeretem a Városom Egyesület július 17-én tartott ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót, ahol az Egyesület elnöke Bognár Róbert mondta el álláspontjukat. Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait és Tapolca polgárait. A Szeretem a Városom Egyesület elhatárolódik a gyűlöletkeltés minden formájától, tekintet nélkül arra, hogy miként nyilvánul meg, horogkeresztben vagy vörös csillagban. Megdöbbentőnek és szörnyűnek tartom, hogy Tapolcán, ahol egykor a lakosság 10%-a a zsidó felekezethez tartozott, horogkereszt jelenhet meg az egykori zsinagóga falán. A Szeretem a Városom Egyesület nem hagyja, hogy Tapolca bárki miatt a rettegés városa legyen. A rendőrségnek felajánljuk, hogy velük egyeztetett és javasolt időpontokban az Egyesület tagjai esti, éjszakai járőrözésben vesznek részt, önállóan
akár vagy a rendőrséggel együttműködve. Összefogásra és erőre van szükségünk. Tapolca békés polgárainak látniuk kell, hogy nem vagyunk hajlandóak félni. Kivetjük magunkból azokat, akik önkényuralmi eszközökkel kívánnak bennünket megfélemlíteni. Ezért 2019. július 25-én csütörtökön, 19 órakor gyertyás megemlékezést tartunk az egykori zsinagóga épület előtt, a Tapolcáról elhurcolt, mintegy 800 zsidó polgártársunk emlék előtt tisztelegve, és ezzel a békés tiltakozással határolódunk el minden hasonló cselekedettől. Megemlékezésen meghívtam Köves Lomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség főrabbiát, a Tett és Védelem Alapítvány alapítóját, aki támogatásáról biztosított bennünket. Hívunk és várunk minden tapolcait, akik elítélik a gyűlöletkeltést. Köszönöm szépen! Július 25-én csütörtökön emlékezők érkeztek a Tamási Áron Művelődési Központhoz, ahol Bognár Róbert mondott beszédet. Tisztelt Szalai Kálmán úr! Tisztelt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr! Kedves barátaim, tisztelt megjelentek! Simon Wiesenthal ékszerész barátjával folytatott beszélgetését idézem. Simon, ha visszatértél volna építésznek, most már milliómos lehetnél. Miért nem tetted? Te egy vallásos ember vagy, válaszolta. Hiszel Istenben és a halál utáni életben. Én szintén hiszek benne. Mikor a más világba jutottak, és találkoztunk a táborokban meghalt zsidók millióival, azok majd megkérdezik tőlünk. Mit tettetek? Erre sokféle válasz lesz. Te majd azt mondod, ékszerész lettél. Más azt mondja, kávét és amerikai cigarettát csempésztem. Egy harmadik válasza, házakat építettem. Az én válaszom ez lesz. Én nem felejtettelek el benneteket. Mi azért vagyunk most együtt, mert mi sem felejtünk. Nem felejtjük el azokat a zsidó honfitársainkat, akiket 1944-ben Tapolcáról hurcoltak el, és többé nem láthatták városukat. 2019. július 12-ére viradóra a tapolcaiaknak arra kellett ébredniük, hogy horogkeresztek csúfítják el az egykori zsinagóga falát. A rettegés jelképe újra megjelent a városban. A rendőrségi hírek szerint a két feltételezett tettesből az egyik tapolcai. Egy olyan város lakója, amelynek egykor 10% volt a zsidó felekezet aránya. Kedves barátaim! A holokauszt áldozatai előtt nem csak akkor kell fejet hajtanunk, ha az emléknapon gyertyát gyújtunk nekik, folyamatosan tennünk kell ezt azért, hogy a közel 800 tapolcai polgártársunk emléke ne merüljön feledésbe. Tennünk kell azért, hogy a horogkeresztet ne láthassuk sehol. Nem csupán a falakon, a fejekben sem. Ne gondoljuk, hogy csupán az a bűnös, aki a zsinagóga falára festette a horogkeresztet. Az is bűnös, aki ehhez a barbártetthez a szellemi táplálékot adta. Aki velük együttműködött, maga sem különb, és megmérgezi a környezetét. A mai napon tiltakozunk a horogkereszt, a gyűlölet és a megkülönböztetés ellen. A Tapolcán néhány napja megjelent horogkeresztek intőjelek. Minden nép bölcs, amely élni akart, tudta, hogy a történelem az élettanító mestere. Az elmúlt korok csodáit és szörnyűségeit el kell beszélnünk az új nemzedékeknek. Arra kérem önöket, hogy gyújtsunk gyertyát a holokauszt tapolcai áldozataiért, és mutassuk meg mindenkinek, hogy mi különbek vagyunk azoknál, akik miatt a horogkeresztek megjelentek. A Tett és Védelem Alapítvány titkára Szalai Kálmán így fogalmazott. Az elmúlt évszázad borzalmait jelképező horogkereszt feltűnése azt kell, hogy jelentse, hogy a sötétség még mindig be tud türemkedni az emberek közé. Úr, képviselő úr, tisztelt egybegyűltek, kedves tapolcaiak. Nagy megtiszteltetés a felkérés, hogy ezen a gyertyagyújtáson itt lehetek. A Lubavicsi Rebe azt mondja, hogy egy pici gyertya lángja el tudja üldözni a sötétséget. Azt a sötétséget, amely az elmúlt században
borzasztó tettekre volt képes. Az, hogy a zsinagóga falára az elmúlt század borzalmainak egyik jelképét festették, számunkra azt kell, hogy jelentse, hogy a sötétség még mindig be tud türemkedni közénk. Ebben mindenkinek van felelőssége, az ellene való fellépésben mindenkinek van kötelezettsége. És ahogy a zsidó etika mondja, a cselekvés a lényeg. Ezzel a mostani gyertyagyújtással, annak szimbolikus üzenetén kívül azt a cselekvést is megvalósítjuk, hogy egy kicsi fényt viszünk a sötétségbe. Mert hogy az emberek fejében kell ezt a változást valamely módon generálni. Maimon idéz, híres zsidó tudós azt mondja, neveld az ifjút a maga útján, ha öreg lesz, soha nem tér le tőle. Számunkra ennek a mostani esetnek az az üzenete, és az kell, hogy legyen az üzenete, hogy oda kell figyelnünk a felnövekvő generációra, hogy ez a fajta sötétség ne legyen urrá rajtuk, hogy ez ne tudja tovább mérgezni az ő elméjüket, és úgy tanítsuk meg őket, hogy a jövő nemzedékét alkalmassá és készé tegyük arra, hogy minden pillanatban a sötétség ellen egy kis fénnyel fel tudjon lépni. Új aszfalt burkolatot kap a Simon István utca és a Vajda János utca, és a lakosság kérésére forgalmi rendváltozás következett be a Teleki Pál utcában. Erről kérdeztük Dobó Zoltán polgármestert. A forgalmi rendet változtattuk meg az itt élők kérésének megfelelően. Egy másfél éve fordultak hozzánk az itt élők, főleg a kisgyerekes családok, hogy megnövekedett az átmenő forgalom a Teleki Pál utcában, és próbáljuk meg a szabályok, jogszabályoknak, a KRESZ-nek, helyi rendeleteknek megfelelően átgondolni, hogy tudjuk-e valamilyen módon csökkenteni az itt átmenő forgalmat. Az ő ötletük volt, és megvizsgáltuk az egyirányúsítást. Sikerült a rendőrség szakembereivel és a mi közlekedés szakembereinkkel és a műszakiakkal megbeszélni, végiggondolni, és most megoldjuk ezt a kérdést. Remélem, hogy az itt élőknek a boldogulását szolgálja majd. Csökken egy valamelyest a forgalom, és a most is az utcán kint játszó gyerkőcök nagyobb biztonságban lesznek, illetve hát a zaj, meg a porterhelés is remélhetőleg csökken ezáltal. Mennyire gyakori, hogy lakosság hasonló kérésekkel keresi meg az önkormányzatot, és mennyire gyakori az, hogy ezek az ötletek meg is valósulnak? A kérések gyakoriak, de nagyon sok esetben ugye mindenki csak a saját helyzetéből indul ki, és nem feltétlenül valósítható meg a KRESZ-nek vagy a helyi szabályoknak megfelelően. Ez egy pont olyan konstelláció, hogy mindennel klappolt, stimmelt, tehát a kérés megfelelő volt, és teljesíteni is tudtuk. Természetesen minden esetben, mikor valaki ilyen kérésekkel fordul felénk, akkor alapos meggondoljuk, megnézzük, hogy műszakilag megvalósítható-e közlekedés szempontjából, nem okozunk-e nagyobb kárt, és aztán így. Tehát konkrétan például az ellenpéldaként el tudom mondani, mikor valaki fekvőrendőrt kér, és mi ezt le is szoktuk telepíteni, majd aztán nagy erőkkel aláírás gyűjtenek azért, hogy szedjük fel a fekvőrendőrt, mert a fekvőrendőr előtt fékeznek, csattan, döccen, mikor átmegy, utána újra gyorsítanak, még hangosabb, még füstösebb, és hát érthető módon a lakosság egyik fele nem szeretné. Tehát összességében, amivel nem tudunk még mit kezdeni, az a magatartás. Itt ugye vannak bizonyos felnőtt pedagógiai módszerek, amivel lehetne tanítani bizonyos embereket arra, hogy mire való a közút, illetve a meg nem élt férfiasságokat nagyon sokan a főutcán úgy élik ki, hogy 80-100 közötti sebességre felgyorsítanak, és ezáltal kiállítanak magukról egy olyan bizonyítványt, amit senki nem tenne az ablakba. De nem ez a jellemző, azt akarom mondani, az a jellemző, hogy keresik az együttműködésünket, és mi nyilván orvosoljuk azokat a problémákat, amit lehet orvosolni. Jelen pillanatban másfajta munkálatok is folynak a városban, útfelújítások zajlanak a Simon István utcában és a Vajda János utcában is, és minthogyha valami már mozgolódás történne a Barackos lakóparknál is. Igen. A Barackos lakóparkban elsősorban az ott élők kérésének megfelelően olyan műszaki tartalommal kezdjük el rendbe tenni az utat közel 20 év után, amilyen műszaki tartalmat minimálisan elvárhatunk egy út kezdeményezéstől, hiszen itt most nem egy végleges utat építünk, hanem teszt jelleggel építünk, egy zúzott bazalt alapra felmart aszfaltot fogunk felvinni egy emulzió segítségével, és bízunk benne, hogy
tartós is lesz, pormentes is lesz, ezáltal a zaj és porterelés szintén csökken, és ezt a felmart aszfaltot pedig a tapolcai utcákról martuk fel. Ez eddig nem volt jellemző, hogy felhasználtuk volna felmart vagy felvágott aszfaltjainkat, most ezt felhasználjuk. Hát természetesen, mint minden beruházás, amikor elkezdünk valamit csinálni, itt a Vajda János utcában is voltak bizonyos fennforgások, a majdan felkerülő aszfalt vastagságával kapcsolatban voltak észrevételek, kérések, amiket szintén mint itt meghallgattunk, megvizsgáltuk, nem feltétlenül a műszaki megoldások mentén gondolkoztunk most, hanem elsősorban a lakosság igényeit meghallgatva még lemarunk abból az aszfaltból 2 centit, és úgy kerül föl majd az új aszfalt. Aztán reméljük, hogy a lakosságnak a megelégedésére szolgál, hiszen mégiscsak egy szép új aszfalt szőnyeg lekerül majd a Vajda János utcába, és talán ugyanaz lesz, hogy kicsit halkabban járnak majd az autók, nem ösztökélünk senkit arra, és hangsúlyozom, hogy az új aszfalton még gyorsabban menjen, ez azért kerül kicserélésre, hogy kíméljük az ott élőknek a nyugalmát. Milyen pénzből és mennyiért készülnek el ezek az útszakaszok? Ez mind-mind önerős beruházás, mint egy 40 millió forintból, önerőből oldjuk meg az aszfaltozást. A két útszakasznak pontosabban 3 útszakasz van, mert a Simon István utcát, azt a Zsák utca részt is megcsináljuk, az a második ütem, azt is felmarjuk majd, ha jól emlékszem, szeptember közepén, szeptember 20-án érkezik meg a marógép, fölmarja, és ott is azért nagyon óvatosan fogunk bánni az aszfalt vastagságával, hiszen még garázsok vannak ott is, ugyanúgy, mint a Vajda utcában, úgyhogy az aszfalt marásra nagyon odafigyelünk, és a felmart aszfalt természetesen átkerül a Barackosba, és ott is folytatjuk az útépítést. Hát remélem, hogy most idén 40, jövőre remélem egy kicsivel több jut az utak rendbetételére, illetve az új útépítésre. Az idei évben is Tapolcára látogattak a Pán-Európai Unió jóvoltából Balatonnál nyaraló kárpátaljai, erdélyi és nehéz sorsú magyarországi gyerekek. A szervezet tapolcai csoportjának vezetője Molnár Erika kalauzolta a gyerekeket Tapolcán, akik a Tavas barlang megtekintése után a Trianon emlékműhöz sétáltak át, ahol a város nevében Dobó Zoltán polgármester és Léva József alpolgármester várta a messziről jött vendégeket. A gyerekek kis műsorral kedveskedtek a vendéglátóknak. A mai napra egy tapolcai városnézést szerveztünk a számotokra, aminek egyik része már ugye lezajlott. A Tavasbarlangot látogattuk meg, ami remélem nagy élményt nyújtott mindenkinek, és úgy tudom, holnap mentek a Szigligeti várba, a Szigligeti vár ostromára, ahol hát egy gyönyörű, csodálatos panoráma tárul majd elétek, ahol a Balatont és a Balaton felvidék hegyeit lehet látni. Ehhez is nagyon jó szórakozást kívánok. Ez a tér, ahol most állunk, a köztársaság tér. A Székely kaput, ami alatt átsétáltunk a térre, Tapolca testvérváros települése Zabola ajándékozta a városnak. A kapu felirata: hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Ezek a sorok Vörös Marti Mihály szózat verséből származó sorok a hűségre és a hazaszeretetre ösztönöznek és köteleznek bennünket. A trianoni emlékmű pedig, amely mellett most állunk, az 1920. június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásával bekövetkezett országvesztésre emlékeztet bennünket. A műtervezője, Tihanyi Zoltán építész, 2 gondolatot kíván kifejezni alkotásával: az egységet és az igazságot. A város lakói minden évben itt ennél az emlékműnél emlékeznek erre a történelmi eseményre. Az emlékhelybe 64 vármegye földjét ágyazták be, melyet Sólyom Károly önkormányzati képviselő feleségével, Marikával hozott ide el Tapolcára, és amelyeknél megemlékezést fogunk ma tartani egy mécses meggyújtásával erre az eseményre. Ugyanakkor kérlek benneteket, hogy Trianon mellett emlékezzünk meg Péter Jánosra, aki ennek a
gyermekprogramnak a megálmodója, megszervezője és elindítója volt, és aki sajnos most már nem lehet köztünk, 2017-ben elhunyt. János felesége, Péter Olga vitte tovább, és őrzi a hagyományokat. Ő vezette el most a gyerekeket ide hozzánk Magyarországra, és kívánjuk, vagyis köszönjük elsősorban a támogatóknak, a Székely Nemzeti Tanácsnak, a Magyar Pán-Európa Uniónak, és a tapolcai helyi támogatóknak, hogy ez a program megvalósulhatott, és itt lehettek köztünk, és reméljük, hogy jövő évben is, vagy még az elkövetkező időszakokban is találkozhatunk. Én már sokadik alkalommal van szerencsém Tapolcán köszönteni ennek a szervezésnek hála Székely gyermekeket, és még annyival egészíteném ki, amit az előbb elnök asszony elmondott, hogy mióta én polgármester vagyok Tapolcán, tapolcai küldöttség minden évben elmegy a legnagyobb magyar sereg szemlére, és ott fönt a nyeregben, ott közösen imádkozunk azért minden évben egy tapolcai küldöttség, hogy egyszer és mindenkorra megkapja ez a nemzet, ez az ország azt a fajta igazságtételt, amire annyian számítunk és annyian vágyunk. Ez a tapolcaiaknak a megemlékező helye Trianonnal kapcsolatban. Itt szoktuk elhelyezni a megemlékezés koszorúit, vagy leginkább szalagot szoktunk kötni, és egy néma főhajtással emlékszünk mindig azokra az elcsatolt területekre és elszakított nemzetrészekre, akikkel egyébként a város hivatalosan próbálja tartani a kapcsolatot, tehát majdnem minden elszakított területről vagy testvérvárosunk, vagy egy testvérvároshoz közeli jó kapcsolattal bíró településsel ápoljuk kapcsolatot. Magunk módján így próbálunk meg tiltakozni ez ellen, a diktátum ellen, és így próbáljuk meg a modern időkben is egybe tartani ezt a nemzetet, így próbálunk meg emlékezni, hiszen azok a kapcsolatok élnek és virágoznak, amin nap mint nap, vagy évről évre tudunk dolgozni. Én nagyon szeretném, hogyha miután megismertétek a várost, otthon beszélnétek arról, hogy Tapolcán tudjuk, hisszük és valljuk, hogy egy nemzethez tartozunk, független attól, hogy kinek milyen útlevele van, de remélem itt majdnem mindenkinek van magyar is. Ha nincs, akkor van rá lehetőség, hogy ezt most megszerezzétek, és azt szeretném tőletek kérni, hogy mindig a magyarhoz méltó magatartással, szorgalom és tudással álljátok meg majd a helyeteket az életben, hiszen itt az anyaországban is, elcsatolt területeken is ugyanaz a cél, hogy a magyar sokasodjon és erősödjön lélekszámban, tudásban, gazdagságban és nemzetben egyaránt. Posa Lajos, magyar vagyok. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem. Magyarul tanított meg imádkozni anyám, szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képed a szívem közepébe, bevéste nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a keze vónását, áldja meg a magyarok hazáját. Szélese világnak, fénye gazdasága, el nem csábíthat innen idegen országba. Mert aki magyar, nem tud sehol boldog lenni, szép Magyarországot nem pótolja semmi. Magyarnak születtem, magyar is maradok, a hazáért élek, ha kell, meg is halok. Ringó bölcsőn fáját magyar föld termette, s koporson fáját is magyar föld növelje. A mi zászlónk, írta Péter János, Székely zászló fenn az égen, ott lobog már nagyon régen. Fújja a szél, de ő állja, csak a szebb napokat várja. Fújta őt már sokféle szél, majd a történelem ítél. Vihar, szelek jönnek, mennek, nekünk talán majd kedveznek. Kedvező szél, hogyha eljön, önbizalmunk talán megnő. Zászlónkat majd friss szél fújja, nagyjá lehetünk tán újra. Szilágyi Béla, Székely mi atyánk. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, kitőjő, élet és halál. Hívó szavunk te hozzád szárnyal, és vígaszra csak ott talál. Nagyobbak voltunk minden népnél, s ha meghalunk is úgy halunk, hogy az egész föld minden népe megkönnyezi rovatalunk. A te neved megszenteltessék, e nép mindig benned bízott.
Te székely Isten, félünk téged, bár sújtva sújt az ostorod. Atyánk, bár itt van a halálunk, a mi lelkünk nem sír, nevet. A sorsunk meg nem érdemeltük, megszenteltessék a neved. Úgy eljön el a te országod, add, hogy még boldogak legyünk, add, hogy még egyszer ránk nézzen, ami szent Hargita hegyünk. Add, hogy még legyen egyszer boldog, székely, hogy minden hű fia, add, hogy még egyszer felvíradjon ez a bús gyászos éjszaka. A te akaratod legyen meg, hogyha már minket elhagytál, s hogyha a szavunk nem érted, s ha a sorsunk egy hős halál. Te engedd, hogy hős fiunknak, kiért szívünk vérzett, víradjon Erdély hegyein egy dicső székely kikelet. Ne vigy minket kísértésbe, ne higgyük, hogy hiába volt, hogy annyi szörnyű ütközetben mindig csak székely vére folyt. Ne add, hogy benned is csalódjunk, ne add, hogy ne higgyünk neked, ne add, hogy elhiggyük azt, hogy cserben hagytad a népedet. Tied lesz hatalom, dicsőség, ki belénk oltád a hitet, hogy a székely nép felülmúlja az összes többi népeket. A mi lelkünk nemesebb, büszkébb, nagyobb, mint bármi másoké, ki ott fent megcsókoltál minket, az életünk s vérünk övé. Tanuljatok ti földi népek, éreznétek csak egyszer azt, mit minden hű székely szív dobog, éreznétek csak egyszer azt, mit ágyatört lelkünkből, a sírból is reményt fakaszt. Éreznétek, s megértenétek, hogy a székely csak győzni fog. Győzünk, ha nem mi unokáink, s mi szépen csendben meghalunk, már tudjuk, hogy egyszer még felharsan Erdély hegyein dalunk. S bármi szívünk szent keservével, a jégvirágban megfagyuk, de hisszük most, s hisszük mindörökké. Amen. Mi székelyek vagyunk. Raposka díszpolgárává választották Lovász Gábor tapolcai lakost, kitüntetését a raposkai falunapon vehette át. Lovász Gábor 1929. augusztus 28-án született Raposkán. Iskolai tanulmányait a helyi római katolikus népiskolában kezdte meg, 6 plusz 2 osztályt végzett itt. Ezt követően Szigligeten elvégezte az aranykolászos gazdaképzőiskolát. 1950-ben besorozták katonának, melynek ideje alatt Keszthelyen elvégezte a mezőgazdasági technikumot, majd 1954 és 59 között a mezőgazdasági akadémiát is, ahol mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett. Az 1956-os októberi forradalom ideje alatt a diákseregek élére választották, majd a forradalom leverése után, mint elsőrendű vádlottat, 11 társával együtt bebörtönözték. Az akkoriban szerveződő termelőszövetkezeteknek azonban nagy szüksége volt az ifjú mezőgazdászok szakértelmére, ezért ennek köszönhetően további fogvatartásától eltekintettek. 1959-től Talján Dörögdön főagronómus, majd lakóhelyén Raposkán TSZ elnök lett. 1963-tól a Veszprémi Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalban, majd a Pápai Járási Földhivatalban dolgozott talajszakértőként. 1956-os múltja miatt csak több évnyi ingázás után kerülhetett lakóhelyére a Tapolcai Járási Földhivatalhoz, ahonnan 1989-ben vonult nyugdíjba. A rendszerváltás után a helyi kisgazdapárt elnöke, Tapolca város önkormányzatának képviselője, a mezőgazdasági, majd a földrendező bizottság elnöke lett. A kárpótlás során visszaszerzett egykori saját birtokai nyugdíjasként gazdálkodik mind a mai napig. 1991-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úrtól átvette az 56-os emlékérmet. Lovász Gábor tartalmas életútja mellett a mai napig nagy szenvedélye él hobbiának. Nagy szorgalommal gyűjti a régi korok tárgyi eszközeit, őrzi a velük kapcsolatos legendákat és tudnivalókat az utókor számára. Elhivatott hagyományőrző munkáját bizonyítja sok egyéb mellett a fából készült ivóalkalmatosságok, a páratlan szépségű csutorák, a 21 darabból álló kalamár és azaz tintatartó gyűjtemény, és a 12 darabból álló tapolcai fazekosok által készített korsó gyűjteménye.
Raposkát mindig is szeretett szülőhazájának érezte és érzi a mai napig. Településünk különböző rendezvényein több alkalommal bemutatta különféle értékes gyűjteményeit, és szívesen kölcsönöz azokból mind a mai napig nekünk. A Szentgyörgyhegyi Napok rendezvény sorozatának sok éve aktív résztvevője. A Szent Mihály borút vendégeit szeretett pincéjénél mindig a jó gazda módjára fogadja, ahol a résztvevők a borok kóstolása mellett egy múltat idéző időutazáson is részt vehetnek a muzeális jelleggel berendezett épületben. Ikonikus alakja szűkebb térségünknek. A 90-es éveiben járva a legnagyobb hidegben és a nyári hőségben a szőlőműveléssel kapcsolatos munkákat egyedül végzi, traktort vezet, autót vezet, mindannyian példát vehetünk róla. Szorgalmas hozzáállása a napi munkához, a múlt értékeinek feltárásához és megőrzéséhez, a szülőföld és azon belül Raposka iránt érzett szeretete példaértéket hordoz a jelenlegi és a következő generációk számára. Mindezek miatt döntött úgy Raposka község önkormányzata képviselőtestülete, hogy Gabi bácsi legyen idén Raposka díszpolgára. Az idei évben 10. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakája országos akciót, amelyhez a tapolcai termás strand is csatlakozott. Július 26-án éjszaka a zenéjé és a táncé volt a főszerep. Közel 900-an választották péntek esti szórakozásul a retro és a diszkó jegyében a tapolcai strandot. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő, friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!